a Birkirkene együttesében. Tóth Balázs, a Birkirkene volt egyébként a bajnok a tavalyi évben is Máltán. Wellman. Ez hosszúnak tűnik, Király nem jön, Mifsud viszont rajtól, Juhász meg elesik, Mifsud is elesik, de föláll! Kapufa, ott a helyzet! Vezetnek a máltaiak, hát ez hihetetlen! Sembri góljával a 13. percben. Hol voltak a védőink? Hát Juhász a földön éppenséggel már elcsúszott. Neki kellett volna mentenie, és hát így aztán nagyon-nagyon nehéz meccs vár ránk. Több, mint valószínű. Mondom, leginkább az iskolások őrjöngenek, és van okuk őrjöngeni. André Sembri góljával Málta ugyanis megszerzi a vezetést. Ez az első gólja a válogatottban Sembrinek. Itt van még egyszer, Mifsud is elesik, de feláll. Király még beleér, és hát innen valószínűleg minden 4 és 6 éves is berúgta volna a kapuba a labdát, sőt mindenki más. A kapufa először velünk volt, Mifsudnak volt egy remek helyzet felismerése, de ettől függetlenül azért ez a gól. Ezt is. Juhász, Vancák, Tóth Balázs. Dárdai. Leandro. Husztinak hosszú ez a labda, de visszapattan szerencsére hozzá. Sikluna mentése után Huszti beadása, Torgelle! Ott van az egyenlítő gól! 19. perc, ez egy remekül végigjátszott akció volt. És jön Torgelle, aki egy év után ismét gólt lő a válogatottban. Ugyanúgy, mint egy éve most is Máltának. Akkor hazai pályán, most pedig idegenben. Huszti pazar beadása. A kapus rossz ütemben jön ki, illetve fogalmazzuk inkább úgy, hogy Torgelle remekül előzte meg a kapust. Egy-egy tehát. Megvan az egyenlítés, és ez nagyon rögzített szituációknál. De nem jöttek még be a mai napon. Talán majd ezután. Dárdai. Szabályos volt Wellman szerelése. Hát Géus indít, Király jön a kapujából, de hova jön Király? 2-1-re vezet Málta. Hát hova jött Király Gábor? André Sembri szalutál, ez mestermunka volt. Kihasználva Király hibáját. 2-1-re vezetnek a máltaiak. Hát hideg zuhany a második félidő 7. percében. Nem tudom, meg kell nézni a lassítást, de fogalmam nincs. Ezt majd csak Király Gábor tudja elmondani, hogy itt most mit akart. Itt van az indítás. Az indítás pillanatában egyébként az egyik Máltai lesen, hogy nem avatkozott játékba, hogy teljesen szabályos a gól. Adjus indít. Itt van még egyszer. Király látszott, hogy rossz ütemben jön ki, pedig aztán kap egy nagyon csúnya cselt. És hát bocsánatom, megbántottam Sembrit az első